Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Nagykonsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat! Kedves nézőink, most aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Karcagváros polgármestere Dobos László. Hol vagyunk most, polgármester úr, és milyen jelentőséggel bír ez a beruházás a város életében? Karcagon vagyunk, a Széchenyi sugárút és a József Attila utca sarkán, a körzeti rendelővel szemben, ahol is épül a karcagi rendőrkapitányság. Milyen jelentőséggel bír a város életében ez a beruházás? Óriási jelentősége van ennek, hiszen a rendőrkapitányság a városháza egyik épület részében volt elhelyezve hosszú évtizedeken keresztül, és hát bizony már a 21. századi kívánalmaknak ez nem megfelelő. Így végtelenül örülünk és boldogok vagyunk, hogy itt épül ez az új karcagi rendőrpalota. Hosszú időt vártunk erre, de mindenképpen megérdemli ez a rendőrkapitányság, amelyik a legjobb mutatókat hozza a környéken, és egyáltalán a város lakossága, hogy egy önálló rendőrkapitánysággal bővüljön a paletta. Nagyon-nagyon sokan dolgoztak ezért, köszönet mindenkinek, aki bábáskodott annak érdekében, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Én szeretnék külön köszönetet mondani dr. Fadekas Sándor miniszter úrnak, aki hosszú éveken keresztül lobbizott azért, hogy ez a beruházás megvalósulhasson. Az önkormányzat hogyan segítette ezt a beruházást? Ingyen telket adtunk, illetve egy jelképes 1 forintos összeget ajánlottunk föl a telek árának érdekében, tehát gyakorlatilag a rendőrség ingyen jutott hozzá, a belügyminisztérium ingyen jutott hozzá ez a telekhez, de úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon hasznos és megtérülő befektetés lesz. A rendőrség mikor tudja majd itt tervek szerint megkezdeni a munkát, és mi lesz a mostani épület sorsa? A kivitelezők azt ígérték, és ez van a szerződésben is, hogy 2018. január 31-ére befejeződnek a munkálatok. Nyilvánvalóan ezt követően egy átköltözésre kerül sor, ami egy bizonyos időt igénybe vesz, de várhatóan a következő év tavaszára teljes mértékben elfoglalja a rendőrkapitányság ezt az új épületet. Ahol a rendőrkapitányság van jelen pillanatban, azt a járás fogja majd használatba venni. Nagyon sok olyan feladatot látnak el, ami további területigényre készteti a járást, és ők fogják várhatóan felújítani és azt használatba venni. Köszönjük, polgármester úr! Nagyon köszönöm az érdeklődést! Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! ...2017. október 13-án letették az új karcagi rendőrkapitányság épületének alapkövét. A régóta várt beruházás az Országos Rendőrfőkapitányság és Karcagváros önkormányzatának együttműködésének köszönhetően valósul meg. Kovács Sándor, a Jászlóskonszolnok megyei közgyűlés elnöke az ünnepélyes alapkőletételen elmondta, hogy az új épület megépítésével a karcagiak egy régi álma teljesül. Olyan vágyunk teljesült nekünk itt karcagiaknak és a térségben élőknek, amire hosszú évtizedek óta vágytunk. Hiszen valószínű, hogy az ország egyetlen olyan rendőrkapitánysága van itt Karcagon, amely nem önálló épületben, hanem egy bérleményben van, az önkormányzat épületében. És megtörtént az, amire évek óta, évtizedek óta vártunk, hogy Karcagon is egy önálló rendőrkapitányság épülete legyen. A családok és az állam is ugyanúgy működik, vagy legalábbis nagyon hasonlóan. Ha egy családnak vagy az államnak nincs pénze, akkor a régi épületek felújítására sem tud fordítani. Ha megy a gazdaság,
megy a családi, megy az állami gazdaság, akkor legalább a felújításra tud költeni. De hogyha jól működik a rendszer, jól működik a gazdaság, jól működik a család háztartási gazdasága, és jól működik az állam háztartása, akkor újat is tud építeni. Ha Karcagon vagy az ország bármelyik településén járjunk, akkor látjuk azt, hogy melyik időszakban működött jól az állam, melyik időszakban épültek városházák, megyeházák, templomok, közintézmények. És eljöttünk és elértünk ahhoz az időszakhoz, amire én talán 41 néhány évet vártam, hogy a magyar gazdaság is ne a megszorításokról, ne a szűkítésről, ne a lehetőségek megtartásának öröméről, hanem fejlesztéséről is szóljon. És láttam azt, hogy Karcagon a városháza 110 évvel ezelőtt épült, a templom 300 évvel ezelőtt, és újból elérkeztünk ahhoz a gazdasági időszakhoz, amikor egy új rendőrkapitányságot is tud a magyar állam építeni. És szükség is van erre, hiszen a karcagi rendőrkapitányságnak az ország egyik legnagyobb területét, földrajzilag legnagyobb területét kell ellátni. Megnövekedett a munka egy részről, más részről pedig lecsökkent. A megnövekedett munka azzal járt, hogy nagy területet kapott a kapitányság, és a munka azzal csökkent, hogy jól végzik a munkájukat, kevesebb bűncselekmény van, kevesebb olyan esemény, amely irritálja a lakosságot. A sok munkának megvan a gyümölcse. És hát egy biztos ponton állunk. Egy biztos ponton állunk, ahonnan el tudunk indulni egy vasbeton szerkezeten, ami stabilitást ad nekünk, a jövőnek és a fejlődésnek. Dobos László polgármester várostörténeti pillanatnak nevezte a rendőrkapitányság megépítését. Nagyon sok szeretettel köszöntök vendéglátóként mindenkit ezen a mai ünnepi napon. Tisztelt államtitkár úr, vezérőrnagy úr, főkapitány úr, elnök úr, kapitány úr, kormány megbízott asszony, főügyész úr, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy ez a város történeti pillanat bekövetkezett. Én még emlékszem arra a pillanatra, amikor államtitkár úr körülbelül olyan 2005 környékén a Városháza 2-es termében azt ígérte, hogy előbb-utóbb itt egy új rendőrkapitányság fog épülni. Már akkor is komoly igény volt erre, hiszen tudtuk és éreztük, láttuk, hogy milyen körülmények között dolgoznak a karcagi rendőrség tagjai, és örültünk ennek a jó hírnek, és most itt állhatunk egymás mellett, és bekövetkezik az a pillanat, amikor a rendőrkapitányság, az új rendőrkapitányság épületének az alapkövét elhelyezhetjük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, várostörténeti pillanat ez, hiszen ismét egy szép épülettel gazdagodik településünk, ami ráadásul valóban a közt szolgálja, és én nagyon-nagyon boldog lennék, ha ezt sok minden egyéb más beruházás is követné, hiszen itt szükség lenne egy új bíróságra, ügyészség épületére is, és ezen is szorgalmasan dolgozunk, és kérem államtitkár urat, hogy tartsa rajtunk figyelő tekintetét, és segítsen továbbra is bennünket a fejlődésben. Valóban egy viszonylag hosszú idő telt el az ígéret óta, de ahogy elnök úr is említette, most vagyunk abban az áldott pillanatban, amikor olyan gazdasági körülmények között van az ország, hogy lehetőség nyílott ennek az épületnek a megtervezésére és felépítésére. Mindannyiunk hasznára váljon ez az épület. Én már alig várom, hogy az avató ünnepség is eljöjjön. Reményeink szerint és az írás szerint, ami ott van a táblán, ez 2018. január 31-én meg is történhet, úgy legyen. Kívánom, hogy a kivitelezők tudják tartani ezt a nagyon komoly és feszített tempót. Nem lesz könnyű dolguk, de sok sikert kívánok ehhez. Minden nap erre járok és látom, hogy szorgalmasan dolgoznak. Ha az időjárás is kegyes lesz, biztos, hogy tudják tartani a vállalt befejezési határidőt, és onnantól kezdődően már csak egy rövid pillanat az átköltözés ideje, és
egy nagyon szép, valóban 21. századnak megfelelő épületben folytathatja az a kapitányság a munkáját, amire végtelenül büszkék vagyunk, hiszen évről évre azt látjuk, hogy nagyon szép teljesítményt nyújtanak, és ennek őszintén örülünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kívánom mindannyiunknak, hogy mindenki megelégedésére épüljön fel ez a szép épület, szolgálja ez a várost, a környéket és az egész országot. Sok sikert kívánok az építőknek, sok sikert kívánok a használóknak. Köszönjük, hogy ilyen lehetőség ért bennünket. Élni fogunk ezzel a lehetőséggel a továbbiakban is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dr. Urbán Zoltán rendőr tandártábornok azt emelte ki, hogy a karcagi rendőrkapitányság dolgozói megérdemlik, hogy 21. századi körülmények között dolgozzanak. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság az elmúlt 7 évben nagyon komoly, jelentős beruházásokat hajtott végre több épületünkön, de a legjelentősebb, legnagyobb kihívás az a karcagi rendőrkapitányság megépítése és méltó körülmények közé helyezése a kollégáinknak. A karcagi rendőrkapitányság munkatársai biztosan állíthatom, hogy megérdemlik azt, hogy 21. századi körülmények között dolgozhassanak. A legjobban teljesítő kapitányságunk az elmúlt időszakban. Az illegális migráció nyújtotta a terheket is könnyedén vették, és azokkal a komoly szolgált szervezési feladatokkal megoldották Karcag közrendjének, közbiztonságának a teljes körű lefedését, amely azt eredményezte, hogy az elmúlt időszakban a regisztrált bűncselekmény számok több mint a felére csökkentek, a nyomozás eredményesség a duplájára nőtt, és a kiemelten kezelt bűncselekmények a közterületen pedig jelentősen egyharmadára csökkentek. Ezek azok a cselekmények, amelyek a lakosság úgynevezett szubjektív közbiztonsági érzetét befolyásolják, és nekünk az a feladatunk, hogy ebbe mindig jobbak, jobbak és jobbak legyünk. Ehhez biztosítani kell az infrastruktúrát. Nagyon szépen köszönjük a karcagi rendőrkapitányság nevében és az egész főkapitányság nevében a karcagi önkormányzat közreműködését. Ugye 2005-ben, ahogy már polgármester úr is utalt rá, a telket az önkormányzat vásárolta meg és adta ajándékba a főkapitányságnak, és tulajdonképpen azóta mennek a munkálatok, és egy hosszú tervezés után ma ott tartunk, hogy rövidesen az alapkőletételhez érkezünk. Én azt kívánom majd az itt teljesítő kollégáimnak, hogy az épület korszerű megoldásainak megfelelően korszerű munkamódszereket is bevezessenek, és minden nap szolgálják a karcagi emberek biztonságát. Az önkormányzat elégedett a rendőrség munkájával, ez azt bizonyítja, hogy az önkormányzati beszámolóját a rendőrkapitány úrnak egyhangulag kivétel nélkül megszavazva elfogadták, illetve a magyar rendőrség által már évek óta megszokottá vált elégedettségi kérdőívek tekintetében is kimagasló eredményt ért el a karcagi rendőrkapitányság. Ezek után azt gondolom, hogy nem kérdőjelezhető meg az, hogy abból az épületből, ahol jelenleg a szolgálati feladataikat ellátják, valóban méltóbb körülmények közé kell őket helyeznünk. Én azt kérem majd kapitány úrtól, hogy amikor birtokba veszi ezt az épületet, akkor azt valamilyen szinten úgy fogadja, hogy ez egy jutalom és egy elismerés az eddigi munkájuknak. Én mindenkinek nagyon köszönöm az elmúlt években minden közreműködését, hogy ma itt állhatunk. Köszönöm azoknak a kiemelt partnereinknek, akik segítették a munkánkat a közrendben és a közbiztonságban. Kiemelném különösen a polgárőrséget, aki kiemelt stratégiai partnere a magyar rendőrségnek. És köszönöm természetesen minden együttműködőnek, aki napi szinten segíti a mi munkánkat, ezenből a karcagi rendőrkapitányság munkáját. És tekintettel arra, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság is a saját eszközeivel hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy Karcag közrendje és közbiztonsága még jobb legyen. Ezért én most felkérem a kapitány urat, hogy fáradjon hozzám és vegye át annak a szolgálati gépjárműnek a kulcsát, amit a legújabb fejlesztés keretében megkapott a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság, és ezt úgy gondoltuk, hogy a karcagi kapitányságnak adjuk át. Dr. Kontrát Károly, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy ma Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország, hiszen a rendőrség létszámát növelte a kormány, megfelelő eszközpark is rendelkezésükre áll, illetve szigorú törvényeket alkottak. A számok is ezt mutatják egyébként, hogy az elmúlt 7,5 évben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma több mint 50%-kal csökkent, a
kiemelt bűncselekmények száma is több mint 50%-ot csökkent. Örülök annak, amikor ma ide készültem, megnéztem az adatokat, a karcagi rendőrkapitányság területén is csökkent ebbe az évben, tehát az első 8 hónapban közel negyedével a bűncselekmények száma. Tehát azt lehet mondani, hogy jó úton haladunk, és ugye ezt a nagyon fontos feladatát, a belbiztonságot a rendőrség úgy látja el, hogy a déli határ védelmében is részt vesz. Én szeretnék köszönetet mondani a karcagi rendőrkapitányság és a Jász Nagykun-Szolnok megyei főkapitányság személyi állományának, hogy ezt a kettős feladatot ilyen eredménnyel látják el, és megvédik az országot a déli határon, és szolgálják a karcagiakat és a kapitányság területén élők biztonságát. Magyarország erős és büszke európai ország, ennek köszönhetően tudunk ma itt alapkövetet letenni, ennek következtében vagy köszönhetően tudunk középületeket építeni, tudjuk támogatni a rendőrséget, és ugye szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon fontos pillanat, és nagyon, nagyon szép eredményeket értünk el az elmúlt 7,5 évben, de hogy ezeket meg tudjuk tartani, és még tovább tudjunk fejlődni, még nagyobb biztonságot tudjunk elérni, azért sokat kell tenni, és a mi kormányunk elszánt annak érdekében, hogy ezeket a feladatokat biztosítsa. És még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, a személyi állomány megbecsülése, hiszen nem csak a technikai eszközök, nem csak a gépjárművek, nem csak a 112-es segélyhívó rendszer, nem csak a technikai eszközök biztosítása és javítása fontos, hanem a személyi állomány megbecsülése. 2015. július 1-jében lépett hatályba az új szolgálati törvény, amelyben új előmenetel és életpálya modellt fogadtunk el, új illetményrendszert vezettünk be, amelynek köszönhetően 2019-ig átlagosan 50%-os illetményemelést tudtunk végrehajtani. Most 40%-nál tartunk. A parlament előtt van az a törvény, hogy 18. január 1-től további 5%-kal növeljük átlagosan a személyállomány illetményét, és akkor 45%-nál vagyunk, és biztos vagyok abban, hogy 2019-ben újabb 5%-ot tudunk emelni, és elérjük az ígért és vállalt 50%-ot. Tehát nagyon fontos az, hogy a személyállományt megfelelően meg tudjuk becsülni. Tavaly augusztus végén döntött úgy a kormány, hogy 3000 új határvadászt állít szolgálatba, az ő kiképzésük is folyamatos. Legutóbb ezen a héten, hétfőn a Hősök terén 227 rendőrtiszthelyettest esküdt Orbán Viktor miniszterelnök úr előtt, és fogadta meg, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságát szolgálja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretnék köszönetet mondani Fazekas Sándor miniszter úrnak, Karcagváros korábbi polgármesterének, aki mindvégig szorgalmazta ennek az új rendőrkapitányság épületének a felépítését. Mi a parlamentben gyakran találkoztunk és szót váltottunk arról, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani, és örülök annak, hogy ma itt lehetünk és az alapkövet le tudjuk tenni, és jó híreket hallottunk a befejezési határidőt is illetően. Nagyon fontos az, hogy a személyállomány megfelelő körülmények között végezze a munkáját. Köszönetet mondok Karcag városának, aki a telket biztosította ehhez. Köszönetet mondok a Jász Nagykun-Szolnok megyei főkapitányságnak, aki egyébként ezt a telket kiegészítette a megfelelő parkoló biztosítása érdekében. És bízom abban, hogy ez az összefogás a kormány, a belügyminisztérium, a megyei főkapitányság, a város, a városi kapitányság összefogása eredményes lesz, és hamarosan majd a alapkületétel után majd a birtokba vétel is, az átadás is sorra kerül. Az új rendőrkapitányság épülete 2018. január végére készülhet el. Tisztelt ügyvezető igazgató úr, polgármester urak, elnök urak, tisztelt jelenlévők, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a Cserhát mezőgazdasági Kft. Valamennyi dolgozóját, a tulajdonostársakat, a mai programnak, mai rendezvénynek valamennyi résztvevőjét. Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen pillanatnak a részese lehetek, hiszen a Cserhát mezőgazdasági Kft. Több évtizedes múltra visszatekintő szövetkelteknek a jogutódja. Képviseli a folyamatosságot a termelésben, a cég dolgozóiban, illetve a szövetkelti tagságban egyaránt, a folyamatosságban, a személyek vonatkozásában is, és képviseli azt a mezőgazdasági kultúrát is, amely a Kunságra jellemző, azt a termelést, amely mindig volt képes alkalmazkodni a piaci kihívásokhoz, a
időjárás változásaihoz, sőt, ami ennél sokkal nehezebb, a változó agrárkormányzati irányokhoz is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a mostani nap azért is jeles, mert egy rövid mérleget tudunk vonni a céggel kapcsolatban, a karcagi mezőgazdaságra is figyelemmel, illetve egy jelentős város történeti pillanat is lesz, hiszen egy komoly épülettel gazdagodik Karcag, egy reprezentatív épülettel, amely a megjelenésével, a munkavégzésnek a körülményeivel egyaránt ezzel a szépséggel, hiszen egy modern épületről van szó, és tényleg nagyon kedvező benyomást tesz az emberre. Kifejezi azt, hogy a karcagi mezőgazdaság is talpra állt az elmúlt években, évtizedekben, és szorgos odafigyeléssel, takarékoskodással, szívós munkával lehet boldogulni itt a kunsági szikes agyagos földön is, megtalálva a megfelelő együttműködési formákat. Ez lehet nyilván egy szövetkezet, van most is több a városban, a családi gazdaságok is eredményesen működnek, de az is fontos, hogy azok a KFT, korlátott felelősségű társaságok, tehát céges formában működő termelési összefogások is eredményesek legyenek, amelyek embereknek adnak megélhetést, ellátnak bennünket élelmiszerrel, alapanyagokat termelnek az élelmiszeripar számára, illetve olyan tejet, amelyhez hozzá tudunk jutni itt a városban, a mintaboltban, és így gazdagítják a mezőgazdaság, az élelmiszergazdaság palettáját is, számunkra, karcagi lakosok számára is értéket és finom élelmiszert tesznek le az asztalra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt igen mindenki ismeri a cég történetét, de szerintem érdemes azért fölidézni, hogy a karcagi Cserhát mezőgazdasági szövetkezet annak idején az ország legnagyobb TSZ-nek, a magyar bolgának a szétválásával jött létre. Az egyik jogutód, három jogutód volt annak idején, és hát már van, amelyik nem létezik, de mindig sikerült megtalálni a megoldást arra az önök munkájának eredményeképpen, igazgató úr, munkatárs és a korábban a cégnél, a szövetkezetnél dolgozók munkájának az eredményeképpen, hogy a folyamatosság meglegyen, és ez az értékteremtő együttműködés, amelyekkel akár egy szövetkezet, akár egy társaság esetében az fönnmaradjon. Gazdaságilag is talpon tudtak maradni, munkát biztosítani a dolgozóknak, és hogyha megnézzük, hogy 414 fővel alakult meg annak idején a szövetkezet, a 1262 fős jogelőtt termelő szövetkezeti tagságból, most is több száz földtulajdonosnak műveli a földjét, akkor látszik, hogy ez messze több, messze nagy mértékben különbözik attól, mint amit mondjuk egy iparban vagy kereskedelemben dolgozó KFT-nél, társulásnál láthatunk. Itt közvetlen kapcsolat kell a termelők, a termelésbe dolgozók, illetve a földtulajdonosok, a korábbi és a jelenlegi tagok között. És én örülök annak, hogy most is a cég egy jelentős foglalkoztató Karcagon, és nagy területet is művel, hiszen ha megnézzük az adatokat, hogy 1578 hektáron kell gazdálkodni, ennek legnagyobb része szántó, jószágállományt tart fönn a vállalkozás, tejet termel, tehát bizony ezek nem könnyű területek. Az elmúlt időszakban jó néhány válság, árcsökkenés, tejpiaci válság, húspiaci válság volt, amely próbára tett bennünket, beleértve valamennyi karcagi gazdálkodót, így a KFT-t is, az időjárásról nem is beszélve, hiszen mondhatjuk, hogy ha itt valaki tud gazdálkodni a karcagi hatában, ezen a kemény földön, szélsőséges viszonyok között, akkor az ország más helyén is biztosan megállná a helyét. De mi mégis itt érezzük magunkat jól, és itt igyekszünk boldogulni. Ezért is öröm az, hogy a foglalkoztatottak száma 76 fő teljes munkaidőben, karcagi lakosok, akik szó szerint kenyeret, megélhetést találnak az önök munkájának eredményeképpen. És örülök annak, hogy ennek a munkának köszönhetően, miközben a KFT fejlesztéseket hajtott végre, terményszárítót, trágyatárolt, új fejőházat, tejházat épített, gépeket vásárolt, egy székházat is sikerült létrehozni, egy olyan irodaházat, amely három év alatt épült fel önerőből, saját megtakarításokból, és amely Karcagnak az egyik legfrekventáltabb pontján a városképnek tényleg egy kellemes színfoltja lesz. Látszik az, hogy a belváros az ebbe az irányba és
terjeszkedik, itt hamarosan egy újabb középülettel leszünk gazdagabbak a rendőrséggel. Egyáltalán a karcagi városképnek meghatározó elemei jelennek meg most 2010 után, hát ebben a sorban éleszkedik ez a mostani fejlesztés is. És én gratulálok ahhoz, és szeretném megköszönni úgyis, mint karcagi polgár, hogy a közéletben is a cég részt vesz, dolgozói által, vezetői által, de támogatják a kulturális programokat, a gyermeknapi rendezvényeket, a Birka Pőző Fesztivált is természetesen, és mindig részt vesznek, illetve szervezik a traktoros ügyességi versenyt. És én azt hiszem, hogy még jó néhány olyan szakmai program lesz, szakmai konferenciák leszek, amelyekbe be tudnak kapcsolódni, át tudják adni azokat a termelési tapasztalatokat, amelyek nélkül a magyar mezőgazdaság nem lehet eredményesebb, sem Karcagon, sem máshol itt a környékben. Úgyhogy én szívből gratulálok ehhez a beruházáshoz, amely számomra a karcagi mezőgazdaság erősödésének egy kétségben vonhatatlan jele, amely számomra jól láthatóan mutatja, hogy a karcagi földön is lehet boldogulni, itt is lehet sikeresen termelni, helytállni nehéz időkben épp úgy, mint amikor kicsit könnyebb. Jó munkát, sok sikert kívánok a jövőre nézve, és gratulálok a beruházáshoz. Tisztelt miniszter úr, igazgató úr, elnök úr, jegyző úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai székház avató ünnepségünkön. És engedjék meg, hogy személyes emlékekkel és élményekkel kezdjem mondandómat, hiszen pedagógusként már én találkoztam sok-sok évvel ezelőtt Dániel Csabával, aki a Szent Annai Sámuel mezőgazdasági szakközépiskola diákja volt, és termetőből adódóan természetesen kosárlabdázott is, még meg nagy eredménnyel és komoly ellenfél volt a csapatával egyetemben az én csapatomnak. Ráadásul a bátyát Dániel Misit, dr. Dániel Mihály állatorvos urat volt szerencsém tanítani. Nagyon szimpatikus két fiatalembert ismertem meg évekkel korábban, és már akkor érezhető volt, hogy mind a kettőjükben buzog az a igazi kun tetvágy és tenni akarás, ami általában jellemző itt erre a vidékre és az itt élő emberekre. És így nyomon követtem az életútjukat. Így külön megtiszteltetés számomra, hogy igazgató úr felkért arra, hogy itt a székházató ünnepségen egy köszöntőt mondhassak, vagy mondjak. Tisztelt hölgyeim és uraim, valóban, ahogy láthatjuk, egy gyönyörű épülettel gazdagodott a városunk, és ezt őszinte örömmel konstatálom, hiszen minden egyes épület, minden egyes építmény erősebbé és gazdagabbá teszi településünket. Így van ezzel a székházzal is, és én úgy gondolom, hogy ismerve a Karcagi Cserhát Kft. Előmenetelét, kértem én is egy kis történetet erről, hogy képbe kerüljek. Az látszik, hogy az a cég ez folyamatosan szépen fejlődik, és én mindig keresem a fejlődésnek a mozgató rugóit, meg azt a hihetetlen sok munkát, amit az ember mögé képzel, hiszen én úgy gondolom, hogy igazgató úr és munkatársai kőkemény munkával érik el azokat a sikereket, amire az imént is már hallottunk miniszter úrtól. Öröm ez mindannyiunk számára, hiszen ez is gazdagítja a településünket. Mindenképpen jó, hogy helyieket foglalkoztat. Nagyon-nagyon örömteli dolog, amilyen szinten bekapcsolódnak a város életébe. Ezt külön hagy emeljem ki, és biztos vagyok abban, hogy jó lokálpatriótaként igazgató úr és csapata továbbiakban is így fog tenni, és egyre több olyan rendezvénybe kapcsolódik be, ami egyrészt megismerheti a céget az itt lakókkal, másrészt mindannyiunk épülését szolgálja. Köszönet ezért, hiszen ez egy önzetlen munka, tapasztalhatjuk ezt a Birka Pőző Fesztiválon, a Lovasnapon, Gyermeknapon is lehetne még sorolni. További erőt és kitartást kívánok igazgató úrnak és csapatának. Nagyon szimpatikusan teszik a dolgukat, nagyon keményen megküzdve, valóban a földdel, a természeti
hátterekkel, időjárással, de ezt csak így lehet csinálni. Elhivatott módon, keményen, kitartóan, ehhez kívánok nagyon sok erőt a továbbiakban. És kívánom azt, hogy legyen olyan kitartásuk és erejük és akaratuk a továbbiakban, ami tovább gazdagítja mind a céget, mind pedig a várost a cégen keresztül. Sok erőt kívánok ehhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt miniszter úr, polgármester urak, elnök urak, tagtársak, vezető kollégák! Jeles nap ez a mai, mind a magyar mezőgazdaság, mind Karcagváros, mind pedig a Karcagi Cserhár Kft. Életében. Jeles, mert egy ilyen több funkciójú épületet, mint ami mögöttem látható, egy ilyennel gazdagodott a város és a Karcagi Cserhár Kft. Miért mondom azt, hogy több funkciójú? Azért, mert már a tervezés folyamán tudtuk, hogy egy olyan épületet szeretnénk kialakítani, amelyben helyet kap mind az iroda, mind pedig a vezető kollégák, mind pedig egy olyan terem, amelyben a kollégákat fogjuk oktatni. A Karcagi Cserhár Kft.-ben gyakorlatilag elmondhatom, hogy megtörtént a generációváltás. Miniszter úr mondta, 76 fő a foglalkoztatottak létszáma. Én ezt azzal még ki tudom egészíteni, hogy az átlag életkoruk a 76 főnek 46 év. Tehát ez azt mutatja mindenképp, hogy egész sok fiatal dolgozik a Kft.-ben. És itt kapcsolódnék ahhoz a gondolathoz, hogy az oktatás. Fontos volt számomra, hogy a dolgozókat folyamatosan képezzük a kor elvárásainak megfelelően. Az irodistákat a számítástechnika és a hozzájuk kapcsolódó továbbképzés, tehát ilyen akár NAV, akár pedig különböző tanfolyamok, a műszakot, a gépészeket, a megfelelő gépüzemeltetés, és természetesen a számítástechnika területén is, hiszen gyakorlatilag már a traktorokat a számítástechnika vezéli, így muszáj őket képezni. Az állattenyésztést pedig azért szükséges képezni, mert ott is olyan fejés technika, olyan takarmánykiosztókocsival rendelkezünk, amely szintén számítástechnika vezérel. Büszkén mondhatom, hogy a Karcagi Cserhár Kft. Elsőként lépett be a megyében a külső gyakorlati oktatóhelyek közé. Felkészültünk mind szakmailag, mind gépparkilag ezen feladatok ellátására. Nagyon fontos a mai szakemberhiányos helyzetben, hogy megpróbáljuk saját magunk kinevelni utódainkat és az utánpótlást. Úgy gondolom, hogy e gondolatok mentén irányítva a Kft.-t, elmondhatom, hogy a növénytermesztést, gépészetet ezért nem érintette meg annyira a szakemberhiány, mint például az állattenyésztést. Azt az állattenyésztést, amelyben gyakorlatilag folyamatosan emberhiányal küzdünk mind mi, mind a város, mind pedig az ország. Ezen a székház átadó ünnepségen szeretném megköszönni azon cégeknek a dolgozó munkáját, akik részt vettek az építkezésen, akik részt vettek a tervezésen, és abban segítettek nekünk, hogy egy ilyen míves épületet kovácsoljunk össze. Köszönöm Mike Ferenc úrnak, akivel gyakorlatilag nagyon sok estét délután át terveztünk, hogy is nézzen ki gyakorlatilag az épület. Köszönöm a Népszel Kft.-nek, különösen Víg Gyulának és Vinis Zoltánnak, akik gyakorlatilag generál kivitelezői voltak az épületnek. Mátyus Lajosnak, aki a villamossági rendszert építette ki, Gere Istvánnak, aki a víz, gáz és fűtés rendszerért volt felelős, Kapusi Zoltánnak, aki a tűzjelző és beléptető rendszerért felelős volt, Márkus Gyulának, a kamera és riasztórendszer kiépítéséért, Eke Zoltánnak, az IT rendszer kiépítéséért, és a HB Stúdiónak, aki pedig a belső építészet, a bútor
zat kialakításáért volt felelős. Illetve utoljára, de nem utolsó sorban azoknak a tulajdonostársaknak, akik mind az építés előtt a tervezésben, mind az építés előtt a kivitelezésben segítségünkre voltak. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat ezen átadó ünnepségre. Köszönöm szépen dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek, polgármester úrnak, elnök úrnak, hogy elfogadták meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Kovács Szilvia karcagváros alpolgármestere, akivel az idei legszebb konyhakertek programról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Szilvia karcagváros alpolgármestere, a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei program ötletgazdája. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Most már egy kicsit kipihenhette magát, ugyanis lezárult az idei kert program, meg voltak a díjátadók. Kezdjük talán azzal, hogy az Omékon rendezték meg az országos díjátadót az Omék keretében. Beszéljen nekünk erről, hogy hogyan sikerült ez a rendezvény, mikor volt egészen pontosan, és mekkora volumenű volt. Ez egészen fontosan szeptember 24-én vasárnap 11 órakor került megrendezésre, egy hatalmas nagy futballpálya nagyságú F-pavilonban, ahová minden díjazottat vártunk. De nem csak a díjazottakat ünnepeltük, hanem az 5 éves évfordulónkat is. És az 5 éves évforduló ünnepléseként megyei díjakat is osztottunk ki. Az országos díjkioszt ünnepségre elég sokan lettek meghívva, hiszen kezdem az elején. Ebben az évben 366 településről érkeztek nevezések, egészen pontosan 2351 nevezés történt. Ebben voltak magánjelentkezők, és mindenféle kategóriában indultak a kertművelők, és bizony számítottunk arra, hogy nagyon sok országos díjra jelölt lesz. Így is történt. 96 településről 240 országos díjra jelölésünk volt. Most hirtelen felvetődött bennem egy kérdés, azt mondta, hogy 366 település. Ez akkora volumenű, hogy tudják ezt kordában tartani? Ez az első, ami most eszembe jutott. Hát igazság szerint a településen tartják kordában, hiszen minden település megszervezi a maga kis versenyét, és az ottani zsűri kétszer megtekinti a kerteket, és meghozzák a helyi eredményeket, és az első díjazottak közül választják ki azokat, akiket országos díjra jelölnek. Tehát hiába ez a szűrés, így is, ahogyan említettem, 96 településről 240 kertnevezés történt, illetve felterjesztés történt országos díjra, és ez bizony azt jelentette, hogy amikor én előzsűriztem az országos zsűri munkáját segítve, akkor közel 11 ezer fotót néztem végig. Gyönyörűek voltak a kertek, és ennek függvényében nagyon nehezen született meg az országos díjas lista összeállítása. 72 országos díjat osztottunk ki, és ennek az ünnepsége volt szeptember 24-én az Omék zárónapján. Beszéljünk talán arról, ugye Karcagon vagyunk most, Karcagról kik voltak az érdekeltek? Hát 7 gyönyörű kertet neveztünk az országos díjra, és ebből 4-en megkapták az országos díjat. Normál kategóriában Fábián Mártonné Margit néni, Varjó Matyi bácsi, nagyon büszke volt, hiszen ő első alkalommal volt országos díjas, Margit néni megújító, megerősítő díjat kapott, tehát ő másodjára volt országos díjas, és az Éno kertje szintén megújító, megerősítő díjas, hiszen ők is tavaly után idén is országos díjasok lettek, és gyakorlatilag akik ugye országos díjban részesülnek, ők mit kaptak elismerésről? Az első alkalommal országos díjasok, ők egy kis plasztikát kaptak. Györfi Sándor szobrászművészünk gyönyörű kis plasztikáját, ami bronzból készült. A megújító díjasoknak már súlyos, hiszen megerősítő díjban van részük. Ők egy márványtáblát kaptak, amit kihelyezhetnek a szabadba, és 30 évig ott tárolhatják akár. Az örökös díjasok pedig aranyból készült, illetve aranyozott
kisvasztikát kapnak. Ez az első országos díj, 24 karátos aranyjal bevont változata. És az életmű díjasok, akik ebben az évben a Gyenge János és felesége volt Karcagról, ők egy fürtös paradicsomot kapnak, szintén bronzból elkészítve. A fürtös paradicsomnak külön története van. Dr. Fazekas Sándor miniszter úr javaslata volt a fürtös paradicsom, hiszen felvetettem neki, hogy bajban vagyok, negyedik alkalommal is vannak országos díjas kerteseink, és mi legyen az országos díjuk. És akkor ő azt javasolt, hogy legyen egy fürtös paradicsom. No, a fürtös paradicsom feladta leszkét, hiszen megfelelő szárvastagságú, keménységű, nagyságú fürtös paradicsomot kell produkálni szobrászművész úrnak, hogy azt bronzba tudja önteni és el tudja készíteni. És ez bizony azt jelenti, hogy több fordulón keresztül szállítjuk hozzá a fürtös paradicsomokat, míg nem azt nem mondja, hogy na, akkor ez jó lesz és alkalmas lesz. Előrelátó vagyok már, a héten vittem neki egy fürtös paradicsomot a jövő évi életmű díjhoz, de én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek... Tehát akkor mindig változik egy picit az életmű. Igen, mert ez sajnos nem lehet újra használni, tehát ez nem az a technológia, amit újra föl tud használni, hanem ezt minden évben újra kell készíteni, és egy bizonyos mennyiséget fog elkészíteni, és hogyha ez megtörtént, következő évben új fürtös paradicsomot után kell nézni, de én úgy gondolom, hogy ezt szívesen teszi mindenki, hiszen nincs annál nagyobb öröm, mint amikor szinte a saját paradicsomját látja, viszont valaki bronzba öntve, és az tényleg egy életmű, úgyhogy nagyon jó volt miniszter úr döntése, a választása, mindenki gyönyörködött a díjába, és mindenki nagyon nagy boldogsággal vette ezt át. Tehát igazán nagyon nagy ünnepség volt, hiszen nagyon sok meghívottunk volt, közel 400 vendégünk volt, hiszen az Oméknak a záró ünnepsége is volt, Omék díjak átadására is került sor, és meg volt hívva az a 30 település, akik már 5. éve nagyon szép eredménnyel szerepelnek a kertprogramban. Ők külön díjban részesültek, és még érdekesség volt ebben az évben, hogy az Éttelepülése díjat is kiadtuk, idén először. Ez Gutor földje kapta, hiszen a lakosságának a 24%-a vett részt. Tehát ők nagyon aktívak. Így van, és gyönyörű biokertjeik vannak, és ők lettek az Éttelepülése, és megyei díjakat is adtunk át. Bács-Kiskun megye, Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és Vas megye vállalta föl, hogy egy-egy általa kiválasztott településnek megyei díjat adományoz. Ez mindenki számára nagy meglepetés volt, hiszen nem tudták a város képviselői, hogy miért is ülnek ott. Szerencsénk volt, hiszen nagyon sokan az 5 éves évfordulóra meg voltak hívva, ők már eleve ott voltak, tehát nekik nem kellett külön meghívást tenni azért, hogy jelenjenek meg 24-én, akik viszont nem voltak érdekeltek, mert új jelentkezők voltak, őket meg tudtam invitálni erre a rendezvényre, mint első csatlakozót és első eredményesen résztvevőt, hogy megtiszteltetésképpen jöjjenek el, és bizony nagy volt a megilletődöttség, amikor kiszólították őket, és megyei díjat vehettek át. Mi volt az idei év, egészen pontosan ugye a 2016-os év mottója? A 2017-es év mottója hasznos rovarokat a kertbe, rovarbarát kert. Én ezt nagy bőszer meghirdettem, aztán elgondolkodtam azon, hogy bizony-bizony talán nehéz feladatot adtam az én drága kerteseimnek, hiszen vagyok be őszintén nem olyan könnyű rovarokban és bogarakban gondolkodni, amikor egy kert műveléséről van szó. De meglepetésemre mindenki komolyan vette. Én azt tudom mondani, hogy a 240 országos díjra jelölt kert közül 98%-ban mindenki teljesítette ezt a kérést, és az összes jelentkezőt tekintve 87%-os volt az úgymond teljesítési arány. Én erre nagyon büszke vagyok, és külön köszönöm a kerteseknek, hogy én bármilyen nehéz témát feldobok, azt ők teljesítik, utána jártak, és tényleg fantasztikus, kreatív, leleményes, ötletes megoldásokkal alakítottak ki mindenféle rovarszállókat, darázsgarázs, méhlakokat. Például az Énó kertjében fantasztikus megoldás született, minden van a szállítás. Azt lehet, hogy megjöttek. És bizony a hojvák és a fátyolkák beköltöztek a Katica helyére, és a Katica sem találta meg az ő saját szállását, de bízom abban, hogy a bogarak előbb-utóbb és a rovarok előbb-utóbb fognak igazodni ebben, és mindenki megtalálja a maga kis otthonát. Még egy 2 nagy külön szállása volt, és működött is, amikor ott a fantasztikus lepke invázióban volt részünk.
megmondom, hogy én csodálkoztam, hogy ennyire lelkiismeresen utána néznek, és tényleg olyan ötletes, ügyes megoldásokat hoztam be, például érdemes utána nézni, és ellopni tőlük az ötletet. Ismerjük a polgármester asszony munkáját a dolgokhoz, én már sejtem, hogy már a következő évnek is megvan a motorjárat, bővebben. Igen, igen, találtam, megvan, de csak az én fejemben, senki nem tud még róla, úgyhogy szóval hagyni a meghirdetés előtti utolsó estére, éjszakára, amikor a prezentációt össze kell állítani, az én segítőm szokai. Tehát akkor még most nem tudunk meg semmit. Igen, akkor szokott vele szülni, és akkor éjszaka tudja meg, hogy mi lesz a következő napi bejelentés. Szerintem talán könnyebb téma lesz, de én úgy gondolom, hogy hálás és jó és hasznos téma lesz. Hát akkor remélem, hogy erről majd tudjuk tájékoztatni mi is a kedves nézőket. A lovasnapok keretében tartani a karcagi díjátadóját ennek a rendezvénynek. Ez hogy sikerült, hogyan valósult ez meg, milyen díjakat adtak itt át? Igen, a lovasnapok keretén belül történt a díjkiosztó ünnepségünk, és én nagyon büszke vagyok a karcagiakra, és szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni nekik, hogy ilyen szép számmal jelentkeztek a versenyre 2017-ben. És bár nem tudtunk évtelepülése lenni, kicsit azért drukkoltam, hát ha sikerül, de én úgy gondolom, hogy nem hoztunk szégyent magunkra, és nem hoztunk szégyent arra, hogy ez a program 2012-ben Karcagon indult el, 22 lelkes nevezővel, jelentkezővel. Az idén 79-en csatlakoztak a mozgalomhoz, és gyönyörű kerteket láthattunk. Időjárási viszontagságok ide-oda, hosszú tél, sokáig tartó hideg, rosszkor jövő eső, sok eső, aztán a szárazság, forróság, semmi nem rettenthette el az én drága kerteseimet, gyönyörű kerteket produkáltak, és a lovasnapokon belül megtörtént a díjazottaknak és mindenkinek a munkájának az elismerése. Kicsit most sietősre fogtuk a dolgot, hiszen hűvös volt, és a gyerekeket, az időseket nem akartuk sokáig kitenni a várakozásnak, és ezért úgy döntöttünk, hogy most nem mondunk senkinek a kertjéről egy-két szót. Nem is vetítünk filmet a kertekről, hanem ezt majd megtesszük egy kicsit melegebb és barátságosabb környezetbe. Akkor, amikor majd készülni kell már gondolatban a következő évi kertművelésre, és talán többet is tudunk együtt lenni és beszélgetni velük, hiszen ezek olyan nagyon fontosak, ezek a beszélgetések. Mindenki kapott elismerést, mindenki kapott oklevelet, kis ajándékot, és én úgy gondolom, hogy mindenki megkapta a munkájának az méltó elismerését, illetve azoknak az országos díjra jelölteknek, akik nem kapták meg az országos díjat, még lesz egy ünnepségünk november végén, és őket várjuk majd szeretettel Budapestre, hogy őket még méltóbban meg tudjuk ünnepelni. Mikorra fog összeállni az idei, gyakorlatilag ugye már az idei jövő évi, tehát a 2018. évi konyhakertek program, mikor várható az, hogy meghirdetik? Én úgy gondolom, hogy ezen az ünnepségen, az országos díjra jelöltek ünnepségén fogom meghirdetni. Akkor értékelem az évet, akkor fogok statisztikákat közölni. Nyilván csak egy kis részét, hiszen rengeteg adat van birtokunkban. Nagyon sok értékelő összesítőlap egyre lelkesebben és egyre precízebben van kitöltve, és ez nekünk azt jelenti, hogy többet kell feldolgoznunk, viszont sokkal több adat áll rendelkezésünkre. Kertgondozásos technikákat, módszereket, technológiákat és mindenféle módszereket ideértve. Továbbra is gyűjtöttük a praktikalapokat, azoknak a feldolgozása is tovább folytatódik, és ezen a rendezvényen fogom meghirdetni majd a 2018. évi programot is. Kategóriák nem változnak. Igazság, mi az, ami még egy picit kell fejleszteni, egy picit lendíteni, hogy még több jelentkező legyen az adott kategóriában? Eddig a balkon volt az, nem? Amire úgy kevesebben vállalkoztak, vagy kevesebben mertek belevágni. Igazság szerint ez megmaradt a mai napig, és a balkon kategória az mindig egy mumus. Tehát nehezen veszik az akadályt, nehezen jelentkeznek, de úgy gondolom, hogy szépen elindultunk ebben is, és most ebben az évben teljesen megmutatkozott az, hogy a normál kategória nagyon megerősödött. A 72 díjból 32 díj normál kategóriás kert volt, és emellett a zárt kert vegyes kategória az, ami nagyon-nagyon megerősödött. A gyümölcsös kategóriával van úgymond a legtöbb baj, hiszen a gyümölcsöst permetezik leginkább, és ott szorulnak a vegyszeres védelemre leginkább rá a kertművelők. Én úgy gondolom, hogy itt nagy feladatunk lesz. Az országos zsűrizés alkalmával megint találtunk olyan permetezési naplókat,
bár már mindenki szinte kivétel nélkül vezet permetezési napot, ez egy nagy eredménye a programnak, hiszen régen itt nagyon nagy lemaradások voltak. Tehát olyan permetezési napokkal találkoztunk, amiben bizony olyan vegyszerek listáját láttuk, amit már évek óta betiltottak. Tehát nekünk feladatunk az, hogy valamilyen módszerrel még jobban felhívjuk a figyelmét a kertművelőknek arra, hogy mik azok a szerek, amiket már nem alkalmazhatnak. Nyilván nem tudja a kertművelő, hiszen beleírta a kert a permetezési naplójába, tehát ő tisztában van azzal, hogy a legjobb módszerrel és legjobb szerrel kezelte a növényeit, de úgy gondolom, hogy a kertművelők zöme nem internet nézegető ember. Hiába vannak fönt bizonyos honlapokon ezeknek a listái, biztos vagyok benne, hogy nem nézik. Elkerülik a figyelmet, és talán, hogyha otthon van a subót fiókban, akkor felhasználják, és én bízom abban, hogy sikerül egy olyan megoldást találni, hogy ráirányítsuk a figyelmüket arra, hogy melyek azok, amiket már gyakorlatilag jó információforrás is. Igen. Igen, nyilván majd hírlevelet fogunk tenni, illetve én terveim szerint a jelentkezési lap mellé nagyon szívesen oda tennék egy olyan lapot, hogy mit nem szabad már használni, mik az betiltott szerek, és én bízom abban, hogy ezt is olyan szigorúan fogják majd venni, mint az én egyéb más felhívásaimat, az éves mottóimat, a jelszavaimat, jelmondataimat, és akkor nem találkozunk ilyennel. Tehát ezen a téren a szakmának úgy gondolom, hogy nagy a felelőssége, hiszen még több tájékoztatást kell nyújtani a kertművelőknek, illetve nagyon sokan, illetve szinte mindenki törekszik arra, hogy vegyszermentesen termeljen. Viszont azt lehet látni, szintén a permetezési naplóból, hogy nagyon sokáig ezt teljes mértékben tudja tartani, aztán bekövetkezik egy támadás, valamilyen baj, és akkor viszont drasztikusan oda nyúl a szerekhez. És bizony van olyan kert, amit 10-20, akár 30 évre is tönkretelt egy-egy ilyen permetezéssel. Ezeket kell elkerülni, és segíteni a kertművelőknek abban, hogy el tudják kerülni. Tehát legyen eszköz a kezükben arra, hogyha hirtelen jön egy támadás, akkor azzal mit csináljanak. Hát sok sikert kívánunk, és jó munkát az előkészítéshez, a következő évi konyhakert program előkészítéséhez. Alpolgármester asszonynak van még néhány projektje, amin dolgozik. Az egyik az az, hogy a Györf István Nagykun Múzeummal már kétszer hirdetett meg fotópályázatot, ami sikeresen is zárult. Kiállítások voltak láthatóak, megszervezve belőle, és most egy harmadik fotópályázati felhívás is fut. Egészen pontosan mi ez, még nem zárult le, milyen képeket várnak, meséljen erről nekünk. Így van, a harmadik forduló még mindig folytatódik, bár igazság szerint, ha szigorúak vagyunk, akkor már befejeződött a fotóknak a leadása, hiszen a határidő az már tavasszal, nyáron lejárt. Ez az eleink élete a szórakozás, ez a harmadik forduló. De én úgy gondolom, hogy olyan zaklatott volt, vagy olyan sok programmal teli volt ez az 2017-es év, jó magam életét tekintve, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindenkinek a fiók mélyén ott lapulnak még azok a fotók, amiket én gondolom, hogy be fognak még hozni hozzánk. És várom is, hogy hozzanak be, hiszen jönnek azok az őszi, téli esték, délutánok, amikor jó alkalom arra, hogy átgondoljuk, hogy tényleg van még ott egy fotó, és azt be kellene vinni. És én kérek is mindenkit, aki eddig nem tette meg, hozza be ezeket a fotókat hozzánk, hiszen ha az ősz folyamán már nem is, de én úgy gondolom, hogy a jövő évet talán azzal tudjuk kezdeni, hogy ezt is lezárjuk. Szeretnék ebből egy nagyon szép kiállítást rendezni, mindenki szembesüljön ezekkel a fotókkal. Illetve beszélgettünk Nagy Molnár Miklós igazgatóról arról, hogy olyan sok értékes fotó érkezett be hozzánk. Ugye ezt nem szabad csak úgy annyiban hagyni, hanem archiválni kell, és ebből talán albumot, egy olyan fotótárat létrehozni, ami mindenkinek rendelkezésére áll, bele tud tekinteni, és én bízom abban, hogy a karcegiak büszkék lesznek arra, hogy az ő rokonaik, elődeik ezeken a fotókon ott vannak és szerepelnek. Én nem kérem, hogy adják örökösen, illetve örökbe ezeket a fotókat, hiszen most már a technika biztosítja azt, hogy enélkül is a miénk lehet, a városé lehet, de én szeretném, hogyha lenne Karcagnak egy olyan gyönyörű fotógyűjtemény, ami értékes, és tényleg Karcag életét
életének minden területét lefedi, és minél több embert meg tudunk örökíteni az utókor számára. Milyen tólig időszakból várnak fotókat, és milyen jellegűeket, aki esetleg így nem tudja elkezdeni, tehát például lakodalmas fotókat, báli fotókat, milyen fotókat? Igen, a szórakozással kapcsolatos, akár egy kerti parti, vagy egy összejövetel, akár egy szalonnasütés, az is egy szórakozás, tehát bármilyen fotót, és amilyen régről csak van fotója valakinek, tapasztalat az, hogy a régi fotók veszendőben vannak. Talán nem vigyáztak rá annyira, vagy nem kerültek megőrzésre. Én mindenkit csak biztatok arról, hogy a legrégebbi fotókat is hozza hozzá nyugodtan, hiszen talán még restaurálni is tudjuk, illetve meg tudjuk menteni az utókor számára. És igazság szerint én meg az előző témákat sem zárnám le. A munkát, a szórakozást és az előző témákat, hiszen elképzelhető, hogy van még olyan fotó. Tehát még lehet bővíteni a gyűjteményt gyakorlatilag. De ha nem tudja ezekbe a kategóriákba besorolni azt a fotót, de úgy érzi, hogy az a szívének, lelkének egy kellemes és kedves fotó, hozza be hozzánk, és segítünk megőrizni azt. A polgármester asszony a Karcagi Szimfonikus Zenekar egyik alapító és nagyon aktív tagja. Mi újság a zenekar házatáján? Mire készülnek? Milyen terveik vannak? Hát nagy szomorúságom, ha így kihagytunk egy évet. Bevallom őszintén, hogy kevés időm volt foglalkozni a zenekar sorsával, hiszen Daró Andrea karmesterünk más irányú elfoglaltsága miatt azt mondta, hogy nem tud bennünket vállalni. Aztán én úgy gondoltam, hogy olyan jól tudtunk együttműködni, hogy ezt nem igazán szabad így hagyni. És én visszaudvaroltam Daró Andreát a zenekarnak. El is kezdődtek a tárgyalások, úgy volt, hogy már a nyáron el tudunk kezdeni gyakorolni. De aztán, mivel a nyáron mindenki másfelé mozog, és nehezebben lehet összehozni a tagokat, így ez szeptemberre tevődött. Aztán a szeptember hozta az omékot, és hozta azt, hogy karmesternőnk új állása lett, karmesternőnknek új állása lett, és neki is el kellett magát helyezni az új kihívásokban. Így aztán most jövő héten fogunk elindulni, egy kis megbeszélést tartunk, gyakorolni is szeretnénk, és szeretnénk megünnepelni azt, hogy 25 éves a zenekar, nem tehát hagyom, jubileum következik, nem hagyom, hogy a zenekar ne legyen úgymond, és ne legyen Karcagi Szimfonikus Zenekar, megtaláljuk a módját, mi karcagi zenészek, hogy tovább vigyük azt, amit annak idején elkezdtünk, és megtaláljuk azt, hogy milyen segítséggel, milyen formában tudunk tovább működni. Egy örömöm van, Daró Andrea karmesterünk megmaradt, megvan, sikerült megtartani. Én nagyon örülök neki, hogy nagy tervei vannak velünk, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a terveknek a karcagi zenészekkel sikerül is eleget tenni, és én bízom abban, hogy ebben a lakosság is segítséget fog nekünk nyújtani, mind a lakosok, mind a vállalkozók. Bízom abban, hogy összefogunk, hogy ez a zenekar megmaradjon, és továbbra is karcagi lehessen. Mikorra tervezik esetleg azt, hogy színpadra lépnek, hát nem lépnek, mert ugye a zenekar az a színpadon zenél, hanem mikor terveznek egy nagyobb szabású koncertet? Igazság szerint már novemberre terveztünk volna egyet, nem tudom, hogy ez összejön-e. Mindenképpen szeretnénk egy karácsonyi meglepetéssel, illetve újévi meglepetéssel szolgálni a karcagiak felé. Aztán a jövőre nézve mindenképpen új és más vonalakat is meg szeretnénk mutatni, hiszen nagy terveink vannak, és én bízom abban, hogy ebben mindenki partnerezt, és ezt is szívesen fogadja majd tőlünk. Sikeres terv megvalósításokat kívánunk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélgettünk ezekről a nagyon szép eredményekről és nagy volumenű tervekről, és további jó munkát kívánunk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran a megszokott csatornákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.